25. fejezet. Kihunyó parázsa. Arkádia főterén kis tábor tűzlobogott, hízó parázs darabkák pattogtak az ég felé. Négyen jöttek körülötte, arcokon árnyék és vörös fény villódott felváltva. Hosszú idén nem beszélte senki, vagy igaz? Kérdezte Anita a nőtől, aki a tüzet gyújtotta. Utolsóbból jutott. Ezért nem bízol bennünk? A nő a fejét rázta, kukoricát sütött a parázson, majd úton jutott a gyerekeknek. Ez nem bizalom kérdése, felelte. Azt hiszem, elfejtettem, hogyan kell beszélni az emberekkel. Egy csík kukorica repült át a tűzszőt, és Jason térdei között landolt. Ah, köszönöm, mondta a fiú. Hová mentek el a többiek? Kérdezte Aita. Utolsó nem felelt azonnal. Kovaron gondolkodott, lángokból merett. Sokan arrafelé mentek el, amerről ti jöttetek. Mások kipróbáltak egy másik utat, de nem jártak sikerrel, és nem tértek vissza. Mit akarsz ezzel mondani? A nő még gondterheltebbet. Nem szívesen beszélek erről, legalábbis most nem. Furcsa, hogy ezt a helyet haldokló halónak hívják, szólt meg Anita. Miközben pedig állítólag itt nincsenek betegségek. A nő bólintott. Így igaz, de talán azért nincsenek betegségek, mert senki sincs, aki megbetegedhetne. Vajon az ajtót csak mi az a fa, amelyik egy olyan erdőben dől ki, ahol senki se hallja? Kérdezte Jason felemelve a kukoricáját. Majd amikor látta, hogy Rick furcsán néz rá, magyarázatképpen hozzátette. Ez ugyanaz, nem? Egy zenbuddhista idézet volt egyébként. Utolsó egy pillanatig csendben maradt, majd folytatta. Ez a falu szint lassan megsemmisül, a víz tönkre teszi. A szikla, amelyeken épült napról napra nálik, és lassasken darabjára hullik szét. Ez az oka annak, hogy sokan elmentek, mások megöregedtek és meghaltak, vagy pedig egy másik utat választották, és belülrekedtek. Belülrekedtek? Meg fogom mutatni nektek, de ha lehet, nem most. Ó, hát persze, mondta udvariasan Jason, miközben majd szétetette a kíváncsiság. Tudunk várni. Morris Morva egyike volt az utolsó utazóknak, akik ránk találtak. Itt töltött valamennyi időt, elkészítette a rajzait, és feltett nekem egy csomó kérdést, amire nem tudtam válaszolni. Mikor elment, itt hagyta a füzetét, hogy azon keresztül kapcsolatban tudjunk maradni, hogy segíteni tudjon nekem valaminek a véghezvételében. Utolsó ezen a ponton ismét elakadt az elbeszélésben, mintha olyasmi valamiről lenne szó, amivel nem szívesen néz szembe. Mindannyian elhallgattak, és némán rákcsálták a kukoricát. Érezhetek tőled valamit? Szólt meg Anita. Persze. Te milyennek láttál engem a füzetbeli keretben? Kérdezte halkan a kislány. Mert én téged úgy láttalak, mintha futnál, mintha el akarnál menekülni. Utolsó tenyerével támasztotta az állát, és elmosolyodott. Ez furcsa. Én valójában soha nem menekültem. Sőt, talán én voltam az egyetlen, aki nem tette. Megrázta a fejét, majd hozzátette. Én egy lányt láttam, aki rám nézett, és a kezében egy kulcsot tart. Egy kulcsot? Pontosan. Egy pillanat, szólt meg hangosan Jason. Maga elé húzta a hátizsákját és kinyitotta. Elővett belőle egy kulcsot, amelyiknek nyúl formája volt a fogantyúja, és megmutatta utolsónak. Egy ilyesfajta kulcs volt az? Kérdezte. Utolsó láthatóan felkavarta a kulcs látványa, de megrázta a fejét. Hasonlított rá, de nem ez volt az. Akkor inkább ilyen volt, mutatta Rickanál a lévő lovat mintázó kulcsot. A nő ismét a fejét rázta. A szeme csillogott, de egy szó sem hagyta el az ajkát. Hol találtatok ezeket a kulcsokat? Kérdezte végül. Postán érkeztek, felelte Jason. Az is postán kapta őket, akinek a korábban a birtokában voltak. Hallottál már Ulysses Moore-ról? Utolsó lassan ingatta a fejét. És az időkapukról? Kérdezte Rick. Itt van te? Nézett rá a nő. Az időkapukról. Hallottál már az időkapukról? Utolsó ezúttal idegesen nézett rájuk. Talán elérkezett a pillanat, hogy megmutasson nektek, amit ígértem. Utolsó felállt. Gyertek velem! Szó nélkül elballagott a réten. Mesztelen talpai olyan könnyedén mozogtak a fűben, mintha a test, amit hordoznak, teljesen súlytalan lenne. A gyerekek követték. Fejük fölött az égbolt kupoláját aprócska csillagok pöttyözték. Gyorsan haladtak az épületek, fák és kúszanövények folytogattak oszlopok között. Senki nem mert megszólalni. Egy különös kerek épületet előtt álltak meg, ami kereszt előkápolnára, hogy egy óriási technős hátára emlékeztetett. A bejárat fölötti szalagdísz nehezen lehetett kivenni a félhomályban. Ott van bent, magyarázta utolsó a bejáratra mutatva. Mi van ott bent? Kérdezte halkan Jason. Utolsó fejét rázta. Arra felé mentek el, felelte, és nem tettek vissza soha többé. Anyta nyelt egyet. Nem tetszett neki ez a hely. Semmi sem kedvesen volt éjszaka venni. Jason Ricket kereste a tekintetével, és amikor látta, hogy a vörös hajú barátja bólint, elindult a különös épület bejárata felé. Bemehetünk? Kérdezte. Én nem megyek be veletek, feltett különös fénnyel a szemében utolsó. Miért? Félek.
De hát, Jason az épület bejáratára mutatott. Mi van odaben? Menj be, és nézel magad. Ajtának úgy tűnt, hogy zajt hall. Hátrafordult, és a távolban megpillantotta annak a tűznek a vöröső parázsát, ami mellett nem régiben eszegettek. Megzavarodva pislogott. Mint a két árnyat látott volna átszadni a réten, a parázs mellett.